A harmadik kerület polgármestere, Kis László, előzetes letartóztatásban van. Helyettes, az alpolgármester már hónapokkal ezelőtt előzetes letartóztatásba került. A börtönből nem lehet egy kerület életét irányítani. A mögöttem látható építkezésnek már be kellett volna fejeződnie augusztus 31-ig. Nem történt meg, ezért a harmadik kerület Pusztakuti úti részén hatalmas közlekedési káosz alakult ki. Nem érnek oda a gyermekek az iskolába, elkésnek a szülők a munkájukról. Működésképtelen a kerület ezen része. A polgármesternek le kell mondania, és új választásokat kell kiírni. Egyszerűen nonsens, hogy olyan polgármestere van a harmadik kerületnek, aki börtönben tölti idejét, ahelyett, hogy a munkájával foglalkozna. Új választások kellenek Óbudának.